Immár napok óta 1075 dollár környékén jár az arany árfolyama, egyszer valamivel alatta, aztán némileg felette. Azért fontos ez az árszint, ez az 1075 dollár, mert itt egy fontos támaszszint húzódik az arany árfolyamában. Egyelőre, bár járt alatta az arany árfolyam az 1075 dollár alatt, de heti záróárunk még nem volt alatta, úgyhogy nem teljesen egyértelmű, hogy megtörte már, vagy meg fog-e törni ez a támaszszint, avagy meg tud-e torpanni itt az arany árfolyam több hetes esése. A több hetes esés hátterében az áll, hogy a piac árazza, egyre inkább beárazza a küszöbön álló amerikai kamatemelést. December 16-án lesz a Fed következő kamatdöntő ülése, és egyre többen számolnak azzal, hogy az első kamatemelés meg fog történni az Egyesült Államokban 10 év után. Ez a kamatemelés erősíti a dollárt, folytatódó kamatemelés aztán, ami ezután várható, még az elkövetkezendő években egyre inkább fogja erősíteni tendenciájában legalábbis a dollárt a többi devizához képest, hiszen a más nagy jegybankok pont ellentétes monetáris politikát folytatnak, mint a Fed, míg a Fed szigorítást tervez, addig a többi jegybank, LKB vagy a japán jegybank és mások is inkább lazítás bővítését tervezi. Tehát a dollárban jegyzett aranyárra ez az erős dollár az elkövetkezendőkben továbbra is nyomást gyakorolhat. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy közel van az 1000 dollár. Most már az arany árfolyamában az 1000 dollár egy fontos lélektani támaszszintnek tűnik. Vélhetően ezen az árszinten távol-keleten meg fog lódulni a kereslet, már csak azért is, mert Kínában küszöbön áll a holdúj év, a kínaiak jelenleg a világ legnagyobb aranyvásárlói, és képesek az arany árfolyamát fölfelé elmozdítani a mostani alacsony árszintekről, amennyiben elkezdenek bevásárolni a kedvező aranyáron. Ugyanakkor vegyük még azt is hozzá, hogy túladott tehát most az arany árfolyama, az elmúlt hetek esése után időszerű lenne tehát egy korrekció fölfelé. Azt is hozzávehetjük a viszonylag optimista képhez szerintem, hogy a 2015-ben úgy néz ki, hogy történelmi csúcsát elérte az arany kitermelése, a következő évben, 16-ban, illetve az azt követő években kevesebb friss arany fog kikerülni a bányákból, tehát kereslet és kínálat ismét jobban egyensúlyba tudnak majd kerülni a világpiacon. Számoljuk még azt is, hogy a közel-keleti válság bizonytalanságot szül, a terrorizmusra adandó válasz, majd arra adandó válaszreakció a közel-keleten bizonytalanságot szül, ez ahhoz vezethet, hogy az olajárfolyama elkezd emelkedni, és húzhatja magával az aranyárfolyamát, tehát eléggé bonyolult egyébként az összkép, és még azt is látni kell természetesen, hogy mindemellett az aranyárfolyama továbbra is egy csökkenő trenden belül mozog, tehát szó sincs, és még jelét sem lehet igazán látni egy trendfordulónak, de elérünk olyan pontokra fokozatosan, ahol eléggé úgy néz ki, hogy lefelé már kevés potenciál van az aranyárfolyamában, inkább fölfelé nyílnak meg sanszok, bár kockázatos a trenddel szembe menni a tőzsdén, hullókések közé nyúlni egy rizikós stratégia, mégis óvatos mértéktartással ezeken a mostani árszinteken, amelyen már most jár az arany árfolyam, vagy amennyiben lejjebb kerül, az 1075 dollár alá kell ér, szignifikánsan 1050 dollár, 1000 és 1050 dollár között mindenképpen beszállási árakat látok, ahol meg lehet próbálni longolni az árfolyamot, mert a túladott árfolyam ezeken az árszinteken egy korrekciót felfelé időszerűvé tesz.